A kajakkenu sport árvízi megpróbáltatásaival már foglalkoztunk itt a múlt héten több felvonásban, most a másik dunai vízisport, az evezés kárait igyekszünk felbecsülni. Vízitelepeik sokasága fekszik az ártéren, komolyak a károk, a helyreállítás náluk is hetekbe telhet. Kokas Péter az evezőszövetség alelnöke és a római parton elöntött külkerevezős klub elnöke. Mihály Tibor az árvízi részletekkel. Jó reggelt kívánok, uraim! Jó reggelt. Kezdjük ott, hogy tudjuk-e már, hogy hány hazai evezős klubot érintett a védekezés, illetve a károk? Hát 33-34 evezős klubunk van, és mintegy egyharmadát érintették a károk. Egészen az északi résztől a legutolsó állomásig, Mohács-Bajáig bezárólag, ahol még folynak a küzdelmek. Elég nagy károkat vélelmezünk előre, hiszen a részletes felmérések azok most folynak. De azt hiszem, hogy azt mindenki el tudja képzelni, hogy a maga az árvíz, maga a fal, maga az épületnek az állaga, az összes hordalék, az iszap és az egyéb tényezők, amelyek egy ilyenkor árvízkor jelentkeznek, ezek rendkívül súlyosan érintik az evezős klubokat, amelyek amúgy sincsenek igazán jó állapotban, tisztelet egy-egy kivételnek. Úgyhogy nagyon sok munka vár még ránk, és a szezon közepén vagyunk, és ez befolyásolja akár a túra szabadidőevezés részét, akár pedig a versenyevezős részét az egész programnak. Hol voltak a legsúlyosabbak a károk, ha végtekintünk a teljes Dunán? Hát én azt gondolom, hogy most itt nekünk a legközelebb van, és Tibor nyilván el fogja mondani az északi Budapestől északra első rész, a római part, amely nagyon fontos elem, és a többi följebb lévő evezős klub, illetőleg nem tudjuk még pontosan azt, hogy délen Mohács, Baja, Kalocsa és egyéb kisebb klubok, amelyek csak egy-egy hajóval, egy-egy résztvevővel vesznek részt a magyar evezésben, hogyan érintettek. Most fogjuk majd a holnap után történő elnökségi ülésen, ez is egy téma lesz. No Tibor, viszont akkor nézzük konkrétan a külkerevezős klub a Rómain. Mi történt, hogyan készültek, tudták, hogy nagy baj, magas vízállás várható, mit lehetett tenni ellene, és hol volt az, amikor már speciálisan nem volt teendő? Hát gyakorlatilag semmit nem lehet tenni, tehát ilyen 8-90-nél 2 méteres víz van benne a telepen, a lakásban, a gondnoki lakásban, a üdülőszobákban, a konditeremben, a csónakházban, tehát ezzel semmit nem lehet csinálni. Tehát ilyenkor már csak a búvárok? Persze, tehát nagyon 40 éve csinálom, tehát rengeteg árvízt megértünk, ez most nagyon durva volt. Milyen küzdelmekkel, meg erőfeszítésekkel próbálták mégis minimalizálni? Hát ugye persze, hát ilyen magasságra már följebb tenni, hát mit lehet följebb tenni, hogy jön a víz? Ugye 100 hajó van körülbelül a telepen, annak egyharmadát elvittük baráti klubokhoz, oda kimenekítettük, amit bírtunk, a másik felét kikötöttük a kertbe, amit szépen ott úszkáltak. Volt olyan hajónk, ami a 2 méteres kerítésen átúszott, és ott az utcán találtuk meg, rosszul kötöttük ki. Kapkodásban a maradékot pedig fölrakosgattuk annyira magasra, hogy ne érje el a víz. A hajók egy része az már utolsó pillanatban kiderült, hogy még 30 centivel följebb van a víz, tehát akkor is még ki kellett rohanni és menteni, ami menthető. Ezekkel már semmi más nem tudtunk csinálni, mint hogy lekötöztük az áványokhoz, és ilyen gégecsőt raktunk bele, hogy ne emelje meg a víz. Tehát ez egy egészen friss technika, ilyen kényszerűségből találtuk ki, mert már nem volt hova tenni. Ja, de akkor ez itt a baj közepén azért akkor egy ilyen friss technológia, mint ez abszolút friss technológia. Ezt onnan találtuk ki, hogy annak idején, még régebben voltak olyan csónakház, akkor nem tudtak mit kezdeni a rengeteg hajóval, és akkor lekötözték őket, és kifúrták púróval, hogy kijöjjön a levegő alóluk. Most azért egy modern hajóval ezt nem tudjuk megcsinálni, úgyhogy ezért van ez a technika. Az Óbudai harmadik kerületi önkormányzat segíteni fog? Reméljük, az Óbudai önkormányzat ettől az évtől a klubot kiemelten támogatja, de ebbe persze nem fér bele azt, hogy árvízkor rengeteg kár keletkezik. Ha abból a támogatásból kezdem el az árvízi problémákat kezelni, akkor nyilván az történik, hogy a egyéb programunkat látja kárát. De ezen egyenlőre még jövő zenéje, most az van, hogy napok óta talicskázunk ki az iszapot, ez nagyon durva munka. Szóval ilyenkor amikor ennyi víz van, akkor a telepen egy olyan 8-10 centi iszap keletkezik. Mindenhol az minden eszközzel el kell távolítani, mert már fertőzés veszély van, gyerekek jövő. Mert a múlt héten már ugye
főleg a felnőttek dolgoztak, ma meg hónap már jönnek a kicsik is, mert most már bemerjük őket engedni, de az a baj, hogy az áriz megelőzően az egy heroikus munka, ugye védekezek, homokzsák, ilyesmi, és utána jön a sokkal hosszabb tartalma. Kevésbé látványos, de elhúzódó. Igen, és apró munka. És az már, abban már semmi heroikus nincsen, abban már csak talicskázás van, meg iszap van, meg kosz van, meg szörnyűség van. És a 18. talicska forduló az meggyőzi az embert a mobilgát szükségességéről? Hát még klubon belül is erről viták vannak, de azért azt gondolom, hogy egy ilyen esemény, amikor ha megint, már 3 évvel ezelőtt ott az előző, nagy árvíz, most kaptunk a nyakunkba egy borzasztó nagyot, úgyhogy azért ez eléggé meggyőző érv, hogy valamit kell kezdeni az egész problémakörrel. Alelnök úr azt mondja meg, hogy ugye a Kajakenu Szövetségnél is kilátásba helyezték, hogy megpróbálják Viszmajor, tehát valahogyan segíteni az egyesületeiket plusz pénzekkel, hiszen hogyha az ember lecsípi a támogatásból, akkor a programok maradnak el. No szóval látja-e már ezt, hogy tudnak-e áldozni, mennyit tudnak áldozni a kárelhárítást a központi keretből? Hát az evezős sport lényegesen nehezebb helyzetben van, mint a Kajakkenu. Ez sok minden oka van ennek, azt hiszem, hogy ennek a műsornak ez most nem célja ezt elemezni. Azonban én úgy gondolom, hogy ami nekünk nagyon segít, az, hogy egy evezős és az evezős klubok tagjai azok automatikusan megfogják a vakolókanalat, ha kell, ha nem, festenek, mázolnak, építenek. Természetesen itt nyilván szükség lesz szakmunkára is, ami vagy szerencsés a klub, és van ilyen valakie, tagja, vagy pártolója, vagy pedig fizetnie kell. Itt mindig az a probléma, hogy majdan a remélt támogatás, vagy a remélt segítség, az ugye egy kincstári kérdés, és ott a számlákat be kell adni természetesen, mert ennek feltételei vannak, és amikor ez megérkezik, amikor az elszámolódik, akkor a nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert az önkéntes munkát azt elvégezzük mindig, ha van árvíz, ha nincs. Úgyhogy itt egy vélelmezett költség van, aminek meg kéne térülnie, és ez vagy megtérül részben külső segítségből, vagy részben megtérül a belső munkaerőből. És ha kell, természetesen azok a klubok, amik nem érintettek, és kapunk erre való felkérést, mert már a szövetség tett ilyen ajánlatot a klubok felé, akkor nyilván oda megyünk és segítünk. Összegészében a sportág az árvíz miatt nagyságrendileg milyen kárt szenvedhetett el? Hát körülbelül azt mondom, hogy egyharmadnyi klubról beszéltünk, ez van 1 és 5 millió forint között van vélelmezett költség. A későbbi időszakban az elkövetkező klubonként, tehát itt az legalább 10 klubról beszélünk. Igen, tehát azt jelenti, hogy meglátjuk, hogy milyen olyan helyzet alakult ki, ami későbbi kárt okoz. Tehát a mennyezet beomlása, a különböző statikai problémák, amelyeket most még nem lehet megítélni, ez csak egy nagyon-nagyon felületes vélemény az egész kár összegről. Lehet, hogy rossz kérdés, de bennem fölvetődött, hogy volt-e, lehet-e a jövőben valamifajta átjárás, összefogás, erők összecsoportosítása a két sportág között? Kajakkenu, evezés, ha már ugyanaz a baj és ugyanolyan folyó mellett, ha feltétlenül nem fizikailag az egymás szomszédságában. A helyzet az, hogy pontosan ez az, hogy a kajakkenu és evezős klubok azok általában teljesen más, vagy nincsenek egymáshoz nagyon közel. Egyetlen Igen. Egy hely van, ilyen Szeged, a tiszai oldalon, ami most nem sérült, ahol egy helyen van a kajakkenu és az evezős klub. Egyébként fizikailag egy teljesen más helyről van szó. Természetesen a szövetségi szinten még erről nem került szó, de biztosan vagyok ebben, hogy ez megszervezhető lenne, ha szükséges. Uraim, akkor jó munkát, mert még van bőségesen tennivaló, és hát jó helyreállítást, meg aztán versenyeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük.